Bizakodó a választások tekintetében a megoldás mozgalom. A párt elnöke állítja, konkrét válaszaik vannak arra, hogy Magyarországnak hogyan lesz pénze a jövőben. A megoldást a digitalizációban látják. Huszár Viktort kérdezzük. A megoldás mozgalom elnöke és EP lista vezetője a vendégünk, tehát örülök, hogy itt van. Köszönöm szépen, megkívánom, estét kívánok. És hát én mondtam önnek, hogy itt leült velem szemben, hogy szerintem sokakat meglep, hogy a 2022-es kampány után ismét itt vannak. Tehát csend volt a megoldás mozgalom körül, úgy látszik, hogy a választási kampányokra felélednek. Mindössze 2 éves új párt vagyunk, de a szakmaiságunkkal lehet, hogy nem óriási hírértéket generálunk, mi szakmai munkát végzünk, és azt gondolom, hogy a második legtöbb önálló polgármester jelöltet a megoldás mozgalom állította, tehát ez egy olyan eredmény, ami lehet nem volt hangzatos, de mi büszkék vagyunk rá. Kikből áll ma a megoldás mozgalom? Kik a tagjai? Vagy kik a vezetői? Az alapítói Magyarország legnagyobb adózói, és szakemberekből áll, mert mi nem főállású és nem megélhetési politikusok vagyunk. A mi felelősségünk, hogy elmondjuk, hogy Magyarország egy olyan pályára került, ami már talán visszafordíthatatlan. Én bizakodó vagyok, hogy egy szakértői kormánnyal egy korrekciót el lehet érni. Nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezünk, nyelveket beszélünk. Szeretnénk Magyarországnak a figyelmét felhívni arra, hogy 2050-re 8 millió magyar marad, a foglalkoztatás az olyan szintű lesz, hogy ma Magyarországnak nem látjuk azt a jövőképét, ha nincs egy ilyen korrekció, hogy hogyan élhet túl Magyarország. Azt mondja, hogy korrekcióra van szükség, meg azt is, hogy a szakadék szélén vagyunk. Ez miféle szakadék? Mi okozza? Elnéptelenedés, elöregedés, részben elbutulás. Ugye látjuk, hogy ma 4,7 millió foglalkoztatott van, viszont 770 ezer magyar él már külföldön, nekik a gyerekeik már külföldön születnek, ők ha 7%-a lenne a magyar foglalkoztatásnak, ők hazatérő programmal hazahozhatóak lennének. Az agyelszívás nem úgy történt, hogy Magyarországra jöttek, hanem elmentek azok a tehetséges emberek. Ez az egyik probléma, a másik pedig hiába a családtámogatás, a reprodukciós ráta az tartósan 1,5 körüli, tehát 2050-re 8 millió magyar marad, a nyugdíjrendszer összeomolhat, és nem akarok riogatni senkit, mindenhez pénz kell. A gazdaság beindításához pedig szakemberek kellenek, az oktatás, egészségügy rendbe rakható, hogyan lesz több pénze Magyarországnak, főállású és megélhetési politikusok 20 év EU tagság után oda jutottak, hogy ma Magyarország az egyik legszegényebb, és sajnos a Transparency International szerint a legkorruptabb ország lett. A versenyszférában mi mérjük a teljesítményt, azt gondoljuk, hogy kimondhatjuk, hogy talán ebből elég volt. 1,9 volt 2022-ben az eredmények országos adaton. Ennél jobbat várnak az EP választáson? Igen. Mi abban hiszünk, hogy fejlődtünk. Nyilván azzal, hogy van 28 polgármester jelöltünk, és ez a mintatelepülés program esetleg egy-egy régióban meg tud valósulni, az nekünk már nagy eredmény. De mi mindig elmondtuk, hogy mi nem azért dolgozunk, hogy bármilyen hatalmi vágyunkat kielégítsük. Nekünk ez a felelősségünk. Mi nem függünk a kormánytól, mi nem függünk a közbeszerzésektől, tőlünk nem vesznek pár száz milliárdért dolgokat. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nekünk ez kötelességünk, hogy kiálljunk és elmondjuk, hogy lehetne egy szakmai irányítás, és mindegy, hogy ki a kormány. Ma Magyarországnak az a szakértői kompetenciája hiányzik, ami egy pályára állítaná az országot. Digitális Magyarországról beszéltek 2 évvel ezelőtt is, ez nem változott, még mindig a digitalizációban látják az ország lehetőségét, a kitörési pontot, egy magyar szilikonvölgyet álmodnak hozzá. Hát ettől azért elég messze vagyunk. Én azt gondolom, hogy, és nagyon jó a felvetés, hogy egy munkaalapú társadalmat, ha Magyarországot megvizsgáljuk, egy munkaalapú társadalom van most ránk erőltetve, mi a tudásalapú társadalomban hiszünk, és az észt példa megmutatta, akiknek már a spanyol GDP-nél magasabb a GDP-jük, hogy hogyan lehet a digitalizációval, illetve a technológiákkal ezt javítani. A számítógépnek nincs rokona, a mesterséges intelligencia közbeszerzést azonnal kimutatja, túlárazzák, az okos átkelőktől kezdve a közterületi ingyen wifi-ig, rengeteg olyan programpontunk van, ami egyébként nem is feltétlen pénzkérdése. Mi elkezdtük egyébként a laptoposztást, ezt a kormány felkarolta, ők is osztanak már laptopot, bevezettük a gazdasági közszereplő fogalmát, a parlamentben már erről is szó esett, tehát rengeteg konkrét programunk van, javaslatunk van,
megoldásaink vannak, és örülünk, hogyha ez bárki megvalósítja. Nyilván azért vagyunk itt, mert nem látjuk azt, hogy ki az, aki ezt helyesen és hatékonyan megvalósítja. Van egy elképzelésük, a milliárdos megoldás névre hallgat, említette egy fél mondat elég a mintatelepülések létrejöttét, ezt hogy képzelik, és hogy képzeljük mi? A legnagyobb probléma ma Magyarországon, hogy nagyon sok olyan kis település, és Magyarországon 3200 település van, gyakorlatilag az urambátyám rendszer miatt nem tud kiszabadulni abból, hogy ha a kormány, azaz a Fidesz párt, aki nyer valaki, akkor kap támogatást, egyébként meg függetlenként nem kap támogatást. Ezért mi az alapítói vagyomból 1 milliárd forintot felajánlunk arra, hogy pályázhassanak azok a polgármestereink, akik szeretnék megvalósítani az önellátó és önfenntartó mintatelepülést, hiszen ma Magyarországon, ha egy példát tudunk csinálni, akkor egy adott régióban a többi településen lakók azt fogják mondani, hogy ott úgy mennek a dolgok, és elkezdik ők is ezt másolni, de legalábbis fel fogjuk ébreszteni őket, hogy lehetne ezt így is csinálni. Vannak mintáik az önellátó település megvalósítására, vagy ezt kire magára bízzák? Ma Magyarországon mi ilyen mintatelepülést nem találtunk még. A kritériumrendszert független agytrösztök 53 indikátorából állítottuk össze, és végül is az Európai Unióba is azért szeretnénk bejutni, mert a jogállamisági eljárás miatt ma Magyarországra nem jutnak el a források. Viszont a mi programunkkal közvetlenül lehetne lehívni forrásokat, hogy az önkormányzatok, civil szervezetek, KKV-k megkapják az EU-s forrást, és egy ilyen mintatelepülés nem csak Magyarországnak, hanem akár a lengyel vagy bárki ellen indul ilyen eljárás, akkor végrehajtható lenne. Programpontjuk az átlátható Magyarország, jó, az van másnál is. A biztonságos Magyarország, itt például okos átkelőhelyekről beszélnek, tehát okos zebráról valójában. A független Magyarország, és itt álljunk is meg, mert a jelek szerint az atomerőműnek és az atomenergiának a hívei. Mi a tudománynak vagyunk hívei, és azt vizsgáljuk meg, hogy az úgynevezett ROI, tehát az Energy Return on Investment, az hogyan néz ki. Magyarországon a geotermikus potenciál az egyik, ami kiaknázható. Ugye ez az Arany Háromszög, Gádoros, Fábián sebességnél, ez egy kiaknázatlan terület, de ez országosan elmondható. A másik, hogy az atomenergia azért minden ilyen tudományos szempontból megvizsgálva még mindig az egyik leghatékonyabb energiaforrás. Ön a Nemzeti Közszolgálati Egyetem kutatója, igaz? Ott nem néznek furcsán önre ezzel az elkötelezettségével, a pártelnökségével, az EP lista vezetőségével? Mint említettem, én nem főállású politikus vagyok. Hát éppen azért. Az MTA köztestületi tagjaként engem a tudomány és az objektivitás vezérel. Magyarországnak szerintem szüksége van szakemberekre. Bízunk abban, hogy ígéretek helyett megoldások lesznek, ezért bízunk abban, hogy június 9-én ránk fognak szavazni. És ezért fogunk javulni a korábbi eredményünkhöz képest. Mondtam a kedves nézőknek, hogy én még nem nagyon találkoztam olyan politikussal, aki úgy fogalmaz önmagáról, hogy nem biztos, hogy én vagyok a legjobb. Na, ön egy ilyet mondott, éppen itt ebben a stúdióban. Még mindig így gondolja? Bizonyos szakterületeknél biztos, hogy ez így van. Mi nem értünk mindenhez. Szerintem az a szakértői, vagy inkább menedzser kormány, amiben mi gondolkodunk, az pont, hogy független olyan szakemberekből szeretne összeállítani a csapatot, akik megtalálják nem csak egy-egy urambátyám rendszer által kijelölt személy miatt, hanem a független kijelölt bizottságok által azt a szakembert, aki a legjobban tud egy területet irányítani. Nem én vagyok a legjobb oktatásügyi szakember, egészségügyi szakember. Az én szakterületem az a digitalizáció, a mesterséges intelligencia, ebből doktoráltam, és erről szívesen is beszélek. Ebben tudok segíteni jó magam is. De a megoldásmozgalom az abban hisz, hogy a politikusokat oda küldjük, ahol a szakemberek nem tudnának jobban teljesíteni. A MEMO elnöke Huszár Viktor volt a vendégünk. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm szépen. Köszönöm a figyelmüket, jön a híradó, és aztán tudják, egyenes beszéd 19 óra 25-kor, jöjjenek vissza, majd ne is menjenek tovább.